Jobbágy István lesz majd. A hazaiak összeállítása 4-essel, Owens 5-essel, Szőke 6-ossal, Németh 7-es, Berkó 8-as, Szabó 9-es, Csontos 10-es, Farmer 11-es, Perovics 12-es, Hegedűs 15-ös, Bújdosó. A hazai kispadon Palkovics Tamás dirigálja majd a csapatot. Most folyik a csarnokban a játékosok bemutatása, néhány másodperc és útjára indul a labda, tartsanak velünk! 12-esen Karnáka Gyula, 13-asal Szabolánka Túli, rendhagyó módon, mindjárt vasodott találkozóval. Érkeznek a csapatok, illetve a MÁV RT vezérigazgató helyettese fogja majd feldobni rendhagyó módon a labdát a pécsiek kezdő ötösében. Iványi Dalma 8-assal, 9-essel, Csák Magdolna 10-essel, Keller Anna Mária 13-assal, Szlobodanka Tuvics, 15-ösel Károlyi Andrea. A hazaiak, ugye ők játszanak majd fehérmezben, 5-össel Szőke Ildikó, 6-ossal Németh Bernadett, 9-essel Csontos Eszter, 10-essel Zsina Farmer, 11-essel pedig Anna Perovics. És akkor most a rendhagyó feldobás majd, mint már említettem, a Hegedűs Jobbágy páros fogja vezetni a mérkőzést. A játékosok lepacsiznak egymással is, illetve a két szürkeruhás úriemberrel is. És akkor most nézzük az úgymond rendhagyó kezdést. A Vasutas nap alkalmából történt ez a extrém feldobás, és most már Tuvics és Perovics nézhet egymással farkas szemet, és elkezdődik. Tehát a 2001-2002-es kosárlabda bajnokság. Károly Andrea lába még a saját térfelén maradt, ezért visszajátszásnak minősítik az esetet. A játékvezetők így hiába ütötte el Tuvics a feldobás után a labdát. Németh hozhatja támadásba a szolnokiakat. Farmer. Szőke. Ő a szolnokiak csapatkapitánya. Farmer még összeszedi a labdát, aztán Csontosnak túl erős a passz. Így kimaradt szolnokig. Lehetőséggel kezdődik a mérkőzés. Iványi Dalma hozza támadásba a pécsieket. Csák Tuvics. Keller Károlyi. Szőke lépett ki rá. Tuvics távol a palánktól. Most indul el. Felteszi Perovics mellett, és a lepattanót Károlyi szedi vissza. Iványjal is kéri tőle a labdát, is újra indulhat a felállt védelem elleni játék. Csák és Csontos, a két 9-es pár viadala egy másodpercre, aztán most már Károlyinál a labda. Ketten lépnek ki rá, és megvan a mérkőzés első szemű hibája. Anna Perovics tárja szét két karját, ez azonban nem hagyja meg a Hegedűs játékvezetőt, így a szerb játékos neve mellé kerül a mérkőzés első szemű hibája. Csák. Károlyi, Iványihoz fordít vissza, Iványi beleáll távolról, a tripla kimaradt, Tuvics viszont egyből fölteszi a lepattanót, ezzel 2-0-ra vezetnek a pécsiek. Csontos Eszter hozhatja a labdát, 1 perc 20 másodperc telt el a mérkőzésből, és 2-0-ra a sötét szerelésben játszó vendégcsapat vezet, és nevelhetik is akár előnyüket, hisz kimaradt egy újabb szolnoki lehetőség is. Csák egészen távolról. Károlyi szerzi vissza a lepattanót, ez is céltéveszt, és Németh hozhatja támadásba a hazaiakat. Csontos és Iványi összecsapása, illetve ketten ugrottak fel ugye a labdáért. Csontos Eszter ért hozzá utoljára, így újfent támadhat a Pécs. Mindkét edző állva követi az eseményeket, és láthatják azt, hogy Gina Farmer is feliratkozik a személyhibások közé. Ezt az exkluzív társaságot most Gina Farmer és Anna Perovics alkotja, mind a ketten szolnokiak játékosai. Csák első büntetője kimarad. A második célba talál. Csák Magdolna büntetőjével 3-0-ra vezet a vendégegyüttes, és eltelik a negyed második perce is. Farmer, Perovics középtávolról fölteszi, nincs viszont aki menjen a lepattanóért, és Iványi szerzi meg a labdát. Károlyi a sarokban, vissza Iványihoz. Tuvics,
Csak bemutatja a labdát, nem áll bele. 7 másodpercig támadhatnak a pécsiek. Károly és a lepattanó Szőkéhez került. Német, Farmer most csatlakozik a támadáshoz. Perelics egészen távol a gyűrűtől, a pozíciójától. És a tripla. Német Bernadett távolról veszi be a pécsiek gyűrűjét, ezzel kiegyenlít 3-3 a mérkőzés állása. Iványi. Keller. Visszakerül Iványi Dalmához a labda. Bent Tuvic és Perovics iszonyatos nagy pankrációja. Perovics jön ki belőle rosszul. Perovicsnak ez volt a második személy hibája. Károly már be is dobja a labdát, amit Tuvic tesz fel, amíg a szolnoki játékosok a játékvezetői ítélettel voltak elfoglalva ezzel. 5-3 a mérkőzés állása. Farmer. Csontos. És most nem személyben, hanem Tuvic combját érte a labda. Így újraindul a 24 másodperces támadóidő. Szőke Károly mellett próbál elmenni, Károly rossz ütemben nyúl oda, ezzel Károly is begyűjti első személy hibáját. Iványi szerzi meg a labdát Némettől, és viheti zicserben, amit értékesít is. Iványi Dalma duplájával a mérkőzés állása 7-3, 4 pont, tehát a pécsiek előnye. Német a labdával, Szőke szabadul ki Károly ölelő karjaiból, aztán Csontos. És egy újabb eladott, illetve szerzett labda a pécsieknél. Iványi kerül megint zicserbe, és ezt is értékesíti. Iványi Dalma a negyedik pontja után 9-3 a mérkőzés állása, nem telt el 3 perc sem, és Palkovics Tamás már kénytelen időt kérni, addig van idő elmondani, hogy bizony nagy változások történtek mindkét csapat házatáján, ki ne tudná, pécsiek egyik élő legendája, Jolanta Vilukítja a hazatérés mellett döntött, így a litván játékos már hazájában pattogtat, és Nikolicstól is elköszöntek a héten a pécsiek. Nem kínáltak neki szerződést, illetve nem hosszabbították meg, a helyére Pesova érkezett, aki 11-es számmal játszik talán majd a vendégeknél. A szolnokiak is jelentősen átalakultak, az érkezett Owens, Csontos, Perovics, Farmer, Szőke és Német, tehát meglehetős nagy vérátömlesztés volt a kóposok házatáján a szünetben. És akkor folytatódik tehát 9-3-as pécsi vezetésről a mérkőzés. Csontos. Szőke Ildikó. Német, ez eddig egyetlen szolnoki kosárszerzője. Farmer nem jut labdához, talán majd most. Keller őrzi. És Keller Anna Mária ellen a személyhiba. Ez a második pécsi csapathiba. És egy játékvezetői ítélet, amely megosztja a közönséget, hisz sokan azt reklamálják, hogy dobás közben történt a szabálytalanság, és így büntetőt kellett volna dobni. Perovics szerzi vissza a lepattanót. Szőke Ildikó engedte el a labdát, ami nem talált a gyűrűbe. Német. Farmer Kellerről nincs belőle kosár, és Keller Anna Máriáé a lepattanó, amivel Iványi roboghat. Csák jól lép be a palánk alá, és megszerzi harmadik pontját. Ezzel 11-3 a pécsiek javára. Újvári Eszter készülődik játékra, a hazaiaknál pedig Hegedűs és Bújdosó lesz majd az új ember. Farmer, ez is kimarad,
pedig nagyon jó lehetőséget kapott most Gina Farmer a kosárszerzőse, ez azonban kimaradt Károly távolról. Ő az ilyeneket nagyon nagy hatékonysággal értékesíti, most ez a triplája kimarad, és Csontos indulhat el, hogy újra támadásba dobja a fehérmezeseket. Farmer kizárja Károlyt, és Német Bernadett hint egy újabb triplát, ezzel 11-6 a mérkőzés állása, továbbra is a pécsiek vezetnek. Iványi Károly, Csák, ő is elvállalja kintről, nem ért célbe ez a dobás sem, és akkor most a csere, illetve a cserék, Károly helyett Újvári, illetve Perovics és Csontos kap pihenőt a túloldalon, helyettük érkezik Hegedűs, illetve Bújdosó. Hegedűs pumpálja a labdát. Bent nincs elég mozgás, így nem lehet kihez passzolni a labdát. Szülke. 6 másodperc a támadó időből, Farmer kezében a labda. Keller Anna Mária mellett indul le, teszi föl, de ez egy eleve hamvába holt kísérlet. És Hegedűs Rita. Még nincs egy perc a pályán, már személyhibával bűnhődik. Hisz szabálytalanságára tudta csak megakadályozni a pécsiek ellentámadását. Újvári, és most Farmer ellen a személyhiba. Nehéz dolga lesz így a szolnokiaknak, hiszen két centernek már két-két személyhibája van. Perovics már a kispadon ül, ugye, és Farmernek ez volt a második faltja, amit Kuvics-el szemben elkövetett. Kuvics első büntetője bent. Ezzel már 5 pontos. Bedobja a másodikat is. Slobodan Katovics 6 pontjával csapata legeredményesebb játékosa. Bújdosó vissza Szőkéhez, illetve Némethez, bocsánat. Német egyedül indul el, föltenné, de Keller Anna Mária szereli a dobás közben. Hegedűs bedobása Németé, aztán visszakerül Hegedűs, az átfordítja. Hegedűs most Szőkéhez, Farmer. És ő is megszerzi első pontját, 18-13. 5 pont tehát a két csapat között a különbség. Újvári, Csák. Csák is ilyen eladja a labdát. Újvári áll bele távolról. Lepattanó Kuvicsé. Kuvics. És Bújdosó megmozdulását látja, szabálytalannak a játékvezető. Szobodán Katovics dobhat újabb büntetőket. A nézőknek természetesen erről a bírói ítéletről teljesen más a véleményük, illetve megvan egyfajta véleményük. Mindez azonban a tényeket nem változtat. Kuvics bedobja az első büntetőjét. És a második is célba ér, Tivics ezzel 8 pontos, mérkőzés állása pedig 8-15, 7 pont, tehát a pécsi előny. Farmer egészen távolról. Gina Farmer is beköszön távolról, ezzel a mérkőzés állása 11-15. Nem tud meglépni a pécsi csapat, illetve a szolnok. Szorosan ott liheg a nyakán, Iványi, Csák, két triplát elrontott, mégis beleáll a harmadikba, ez is kimarad. Kuvics nem tudja megszerezni a lepattanót, és a palánk alatt már ott vannak a szolnokiak. Bújdosó kezéből csúszik ki a labda, illetve kattintja le, de már az alapvonal mögött mögül húzta vissza a labdát, ezért a pécsiek dobhatják magukat a újratámadásban. Újvári a palánk alatt, kimarad a lehetőség, Hegedűs indul el, és Iványi nyúl keresztbe.
Hát a játékvezetőket nem csak a szolnoki közönség, de mindkét edző is osztja. Farmer, Szőke és Német ül le. A szolnokiaknál jön Kerin Owens, visszatér Csontos és Perovic. Történt egy csere a vendégeknél is. Delmis Angéla a pályán ötös számmal játszik. Az egykoron itt a szolnoki olajcsarnokban is pattogtató irányító, nem ismeretlen tehát neki a közeg. Csák Magdolna kapott átmeneti pihenőt Vajd Géber Lászlótól. Apró kis szünet, amíg Iványi és Tovics megszünteti az izzadság cseppeket, az izzadság foltokat. És Tovics áll oda a labdáért, hogy felugrani, holott Iványinak kellett volna. És Karovics ütötte el a labdát Iványi dal mellől. A Tipmix erre nem igazán sokat fizetett volna, hisz abszolút egyesélyes volt ez a feldobás. Kerin Owens, Karovistól kap egy zárást, és Delmis lábáról hagyja el a labda a játékteret. Így 10 másodpercig még a szolnokiak támadhatnak. Iványi nyúl bele az Owens felé, Owensnek szánt paszba. Perovic kezéből kiüti a labdát, Tuvics, és Owens is megkapja a maga személyhibáját. Ez már a 7. személyhibája a szolnoki csapatnak, és Rád Géber László időt kér. Nyilván nem elégedett tanítványai eddig mutatott teljesítményével, 15 pontot dobtak az eltelt 8,5 perc alatt. Kaptak 11-et, ez a kapott 11 kapott pont nem lett túlságosan tragikus, ám Rád Géber úgy érzi, hogy még már most megfoghatja talán a meccset. A pécsi tévénézőknek talán annyit érdekességképpen elmondhatok, hogy a szolnoki csapatban 10-es számmal játszó Gina Farmer a felkészülés kellős közepén egy súlyos sérülést szenvedett, 5 hétig nem is tudott együtt gyakorolni a társakkal. Ez is megnehezítheti a hazaiak edzőjének, Palkovics Tamásnak a dolgát. Amíg még tart az időkérés, addig van annyi idő, hogy elmondom, hogy kik szereztek eddig pontot. A pécsieknél Iványi 4-et, Csák 3-at, Tuvics 8-at, a hazaiaknál Németh Bernadett 6-ot, illetve Gina Farmer 5-öt. Így áll össze tehát a 11-15-ös állás, és most Iványi Dalma állhat a büntetővonalra, hogy növelje saját maga és csapata pontjainak számát. Iványi tehát. Az első hibátlan. A második lejön, és Szőke szerzi meg a lepattanót. Illetve Bújdosa volt az, elnézést. Csontos, aztán Owens kérje le játékszert, és ő mozgatja most a csapatot. Hegedűs, Újvári Eszter vigyáz rá. Csontos, és láb volt, csak nem tudni, hogy kinél. Keller Anna Máriánál jelzi a játékvezető, így újraindul a 24 másodperc, és az alapvonalról már be is dobták a labdát a szolnokiak. Csontos újra elvállalja egyedül. Bújdosó nem tudja összekaparni a paszt, Újvári középtávolról döntés van. Újvári Eszternek ez volt az első kosara, ezzel 11-18 a mérkőzés állása, és az első negyed utolsó percében léptünk. Owens, Hegedűs. 8 másodpercig támadhatnak a hazaiak. Csontos, Tuvicsi a lepattanó. Iványitól Delmis a labdával, aztán újra visszakerül a játékszer Iványihoz. Megint csak Újvári, és Bújdosó szép szerelése. 7-es másodpercük van még a pécsieknek, hogy befejezzék a támadást. Delmis, újabb távoli kísérlet, és Keller Anna Máriája lepattanó. 13 másodperc az első negyedből, valószínű, hogy ezt végig
fogják támadni, a pécsiek nem fogják elszórni a labdát. Tuvics ki Iványihoz, Iványi áll bele, ez a tripla is lejön, de Owens kezét érinti utoljára a labda, és ez az első negyed. Utolsó momentum a 11-18-as állásnál ér véget az első 10 perc, pár másodperces szünet után innen folytatjuk. 11-18-ról indult tehát a második negyed. Delmis Iványi, Újvári Keller és Tuvics. A vendégeknél Owens, Berkó, Hegedűs, Bujdosó és Perovics. A hazaiaknál Újvári hozza el a labdát és Keller kerül zicserbe. A feldobást követően Keller Anna Máriának ez volt az első pontja. Ezzel 11-20 a vendégek javára. Perovics, Bujdosó, Hegedűs a labdával. Perovics elő pedig Tuvics hozzá a labdát, és már is passzol Iványihoz, aki támadásba dobhatja újra a fekete mezeseket. Újvári a sarokban, beleáll, és ez is lejön. Keller és Berkó összecsapása egyből. Feldobás lesz. Anna Perovics helyett Gina Farmer a szolnokiaknál, és most következhet Keller és Berkó között a feldobás. Owens kis ilyen összekaparja, Delmis azonban még megmenti a labdát, és szép Farmer nyúlt meg és húzta le a labdát, amit Tuvicsnak szánt játékostársa. Berkó Editnél egy kis szerelvényt igazíts. Minden rendben, folytatódhat tehát a meccs. Berkó. Owens. Hegedűs szabadul meg Újváritól egy másodpercre, és ereszti el a lepattanó Iványi Dalmáé. Delmis lendületből érkeznek a vendégek, és Delmis Angéla lépi el. Legalábbis ezt mutatja Hegedűs Tibor játékvezető. Farmer már elvégezte a bedobást. Bújdosó, Hegedűs, Farmer a palánkkal. Keller rántja vissza, illetve húzza vissza. Keller Anna Máriának is már két faltja van ezzel. Rajta kívül még Gina Farmer és Anna Perovics játszik két-két falttal. Owens. Bújdosó. Fölteszi a lepattanó, pedig megint Iványi. Pécsi centerek kizárták a szolnoki centereket itt ennél a lepattanónál. Újvári pedig kihagyja, és Tuvics üti ki Újvári kezéből a labdát. Újabb kettős csere. Szőke és Német jön, Hegedűs és Owens jön le, Csák Magdolna pedig Újvárit váltja. Bújdosó, 20-11-es pécsi vezetésnél. Német. Farmer egy kemény zárás, aztán Német veszett össze egy kicsit a labdával, így a pécsiek jöhetnek újra támadással. Csák Iványi összjáték. 20 másodperc még a támadóidőből van, tehát még miből gazdálkodnék a pécsieknek. Farmer jó ütemben közbe, Kellerhez nem jutott el a labda. Delmis Angéla helyett jön Károlyi Andrea. Ezzel jóval magasabb szerkezetben játszhat a Pécs. Tuvics kezéből csúszik ki a labda, amit Német ment meg. Bújdosó, most Szőkéhez, a szolnokiak kapitányához kerül a labda, de Német már vissza is kéri. 12 másodperc még a támadó idő. Farmer, Tuvics nem bántja, Gina Farmer jó ütemben ügyesen fordult le Tuvicsról. Ez volt a hetedik pontja, ezzel
13-20-ra módosul a mérkőzés állás Iványi egyedül, és Bújdosó jó ütembe húzza le ezt a paszt is. Önmagához képest sokat hibázik most a pécsi csapat ebben a negyedben. Német, Berkó. Szőke egy pillanatra szabadon. Aztán már Németnél a labda. És Tuvics volt túlságosan szigorú Farmerrel szemben. Tuvics első hibája. És kell a Anna Mária helyett az új pécsi szerzeménybe. Hova? A pályán. Farmer. Bújdosó. Berko a sarokból engedi el. És bent a tripla. Berko Edith. Már a negyedik szolnoki három pontos volt ez. 16-20, ismét szoros a meccs. Iványi. Pehovát Farmer fogja. Pehó marad szabadon. Elepattanó viszont Farmeré. Berkó. És megjön a szolnoki közönség, tapsolhatnék ja is. Az nyilván serkentőleg hathat a játékosokra. Bújdosó azonban kihagyja a középtávolit. A lepattanó Károlyé, amivel Iványi Dalma indulhat el. 6 perc, amíg hátra a második negyedből Iványi Dalma a labdával. Iványi egy leütés után közelebb lép, a lepattanót Csák teszi vissza egyből, Pehová harcolja meg, harcolja ki magának a lehetőséget és megszerzi első pécsi pontját, pécsi pontjait. Német, és Iványi ellen a személyhiba. Iványinek is ez a második faltja. 16-22-es állásnál 5 perc 34 másodperc a negyed lefújásáig. Berkó, Német, már szőke a labdával. Sarokban Német nem tudja bent tartani a labdát a játéktéren. Így újra jöhetnek a pécsiek. Iványi majd Csák a labda útja. Károlyi. Tuvics egyből. A lepattanót pedig Pehová segíti ki. Farmerrel küzdött meg ezért a labdáért. Bújdosó. Szőke Csák Magdolna mögé kerülés. Se egy személyhibát eredményezett, Csák Magdi nagyon sportszerűen is ismeri védkét. Új ember a szolnokiaknál, a Szabó Beatrix 8-as számmal még nem szerepelt a mai mérkőzésen. Bújdosót váltja. Német. Nincs kinek passzolni. Most Szőke kapott két jó zárást. Farmer. Illetve Farmert pedig Csák Magdolna húzza vissza. Csák Magdi fogja a jobb vállát. Talán nem történt komoly sérülés. Csák is már két személyhibával játszik. Farmer első büntetője jó. Ő ezzel már 8 pontos. A második kimarad és Károlyé a lepattanó. Iványi Dalma 17-22-es mérkőzés állásnál 4 perc 45 másodperc a nagy szünetig. Pehová, Iványi, Tuvics, Károlyi, csak belőtték magukat a pécsiek, Károlyi Andrea megszerzi az első vendégtriplát. 17-25 ezzel az állás, 4,5 perc a negyed végéig. Egy átfordítás Berkóhoz. Lépés hibának minősíti a játékvezető Berkó elindulását, így Csák dobja be a labdát oldalról Iványihoz. Csák. Most már Károlyi, vissza Iványihoz. Tuvics.
Német állítja meg, illetve akadályozza meg a kosárszerzésben szabálytalanul. Német Bernadettnek ez az első faultja. Slobodan Katuvic állhat a büntetővonalra. És az elsőt ki is hagyja. A második is kiperdül, így marad a 17-25-ös pécsi vezetés. Szőke, Farmer a labdával, Berkó. Szőke még megvan a labda, 8 másodperc a támadó időből még. Farmer Kehovát forgatja meg és dobja el. Károlyi a lepattanó. Iványi robog. Tuvics. Ezt szépen csinálták a pécsiek. Tuvics 10 pontnál jár ezzel, és ismét Palkovics Tamás, a hazaiak edzője, kér időt. 11-18-el ért véget az első negyed, most 17-27 az állás, tehát 10 pont a két csapat között. 9 pontot dobott az eddig eltelt 6,5 percben a Pécs, illetve 6-ot a Mávkó Pese. A hazaiaknál Német két triplájával, ugye 6 pontnál tart, Berkó Edith egy triplát jegyzett eddig, illetve Gina Farmer 8 egységet szorgoskodott össze a túloldalon, Iványi Dalma 5 pontos, Csák Magdolna 3 pontos, Keller Anna Máriának egy duplája van, Slobodan Katuvic az imént szerezte 10. pontját, rajta kívül még Pekova szerzett 2 pontot, illetve Károlyi az egyetlen vendég tripla tulajdonosa, így először tehát a 17-27-es jelenlegi állás. Vége az időkérésnek. Jönnek is a csapatok. Az időkérés alatt cserél Palkovics mester, Berkó helyett Csontos Eszter a pályán. És éppen Csontosnál a labda. És Szőke kapcsolat jó ütemben, Károlyi csúszik meg, illetve veszti el egyensúlyát, és ütközik Szőkével. Károlyi Andrá ellen a személyében neki is, immár ez a második faultja. Szőke. Szőke Ildikó. Dobhat két büntetőt, hisz pécsiek már elérték az 5 csapat személyhibát. Szőke első büntetője kimarad. A második már bent van. Szőke Ildikó első pontja ez. Így 18-27, 10 ponton belül tehát a Mávkó. Károlyi Csontos védekezik vele szemben, Csák, és egy jó ütemű közbenyúlás Pekova elől. Német üti ki a labdát. Károlyi, Csák, egyből beleáll, céltéveszt, Tuvics teszi föl. Belepattanó, a kézzel 12 pontos, Tuvics gyakorlatilag egyeduralkodó a palánk alatt. Német, Szabó Szára fordít Csontoshoz. Tuvics nyúl közben rossz ütemben, és szerzi meg a második személy hibáját. Friss erőként Hegedűs Rita érkezik a pályára, Szőke Ildikó helyett. És Csontos Eszter büntetőzhet. 18-29-es állásnál Csontos első büntetője kimarad. A második sincs bent, és ki más, mint Slobodan Katuvic szerzi meg a lepattanót. Csontos most viszont jól avatkozik játékba, kiüti Iványi elől a labdát.
Csák. Lehová. És Szabó Beatrix emeli fel a kezét, elismervén azt, hogy Pachovával szemben szabálytalanodott. Csere mindkét oldalon, Szabó helyett Perovics a pályán, illetve Újvár Eszter is játékra jelentkezik. Csák Magdolna lesz az, aki lejön. 2 perc 29 másodperc a negyedből, és továbbra is 11 ponttal vezet a vendégcsapat. Károlyi, magas ívülabda a lepattanó. Pechováé, apró szépséghiba, hogy szabálytalanul akadályozta meg Hegedűst a felugrásban. Pechovának ez az első személyhibája. És nem is Hegedűs volt az, akivel szemben szabálytalankodott, hanem Gina Farmer, így a szolnokiak ideg elég jósa dobhat két büntetőt. Az első egy kicsit hosszú, a gyűrű tövére pattan. A második tökéletes. Farmer 9. pontja volt ez a büntető. Iványi Dalma. Újvári vissza Iványihoz, aztán Tuvics. Perovics vele szemben, most Pechová labdával. Iványi. És Hegedűsé a lepattanó. Iványi egyedül akarta befejezni az akciót. Céltévesztetés. Így támadhat újra a szolnok. Perovics. Károly üti ki a labdát Csontos Eszter elől. 1 perc 51 másodperc a negyedből, és 11 másodpercig támadhat a fehérmezes hazai csapat. Perovics. Csimbe adta kis a labdát Farmernek, amit Pechová szerzett meg tőle. Újvári a labdával. Kovics és Gina Farmer ellen a személyhiba. Neki ez már a harmadik kihágása a szabálykönyv vonatkozó paragrafusaival szemben. Pechová visszaszerzi saját lepattanóját. Iványi. Újvári. Csontos mellett indul el. És Farmer ellen az újabb személyhiba. Gina Farmernek ez már a negyedik. Valószínűleg Palkovics kénytelen lesz lecserélni. Így is van. Érkezik Bújdosó. Újvári Eszter pedig a büntetővonalon. Első büntetője bent. És a második is hibátlan. Újvári 4 pontos ezzel a két büntetővel. Mérkőzés állása 19-31. Bújdosó. Pechovát próbálja megforgatni, beforgatni, és lépéshibába torkollik a nagy igyekezet. Károlyi. Iványi, aztán Pechová. Újra Iványi Dalma labdával. Újvári. Pechová. És Németh hozzá el a lepattanót, miután a vendégcenterek kizárták a hazaiak. Hegedűs. 40 másodperc sincs már a negyedből. Németh kap egy szép paszt, és kipattan a gyűrűről a labda. Iványi a labdával. Tuvics. Ez sincs bent. És Hegedűs viszi el a balhét. Övé a személyhiba. Hegedűsnek ez a második falhatja, és ezt a balánk a Tuvics ismételten a büntetővonalon. És csak büntető lesz belőle mégis. Apró kis tárgyalás sorozat a zsűriasztal és Rád Géber László között.
Tubics első büntetője kimarad. Marad a 19-31. A második hibátlan, Tubics ezzel 13 pontos. 20 másodperc a második negyedből. Német a labdával. Csontos, Hegedűs. Tisztán maradt jó néhány másodpercre, mégsem vállalt el távolról. Német, dobni kell, hisz vége lesz a negyednek. Eladják a szolnokiak a labdát, Iványi vágja még előre, ez azonban nem veszélyes. És 19-32-es állásnál ér véget a második negyed. Most egy kis zene, aztán folytatjuk a harmadik negyeddel. Tehát a mérkőzés állása rövidesen kezdődik a harmadik negyed a fehérmezes MÁV-Coop csapatában. Német, Berkó, Szőke, Bújdosó és Perovics érkeznek a vendégek is. Iványi, Csák, Károly, Tubics és tízessel Keller is megérkezik. Minden és mindenki kész a folytatásra tehát. Újfent Tubics és Perovics ugrik a labdáért. Keller hozza el. Iványi. Károly áll bele egészen távolról, és Tubics húzza vissza Bújdosót. Szlobodanka Tubicsnek ez a harmadik személy hibája. Berkó labdájával pedig már Német jöhet. Bújdosó. Szőke. Perovics. Berkót nagyon távolról lepattanul, Csák Magdolnáé. Iványi dobhatja támadásba ismételten a pécsieket. És Szőke szerzi meg a labdát, illetve Iványi adja el. Szőke Ildikó be is dobja az egyszer. Ez volt a harmadik pontja ezzel, 21-32 a mérkőzés állása. Iványi. Károly teljesen tisztán. Újra Iványinál a labda. Károly már a túloldalon tűnik fel. Nem kerül azonban dobóhelyzetbe. Csák marad egyedül a gyűrű alatt, és szerzi meg ötödik pontját. Bújdosó. Német. Perovics. És Tubics összegyűjti negyedik személy hibáját is. Egy percen belül két faltot szed össze, egyet támadásban, egyet védekezésben, és le is kell ülnie. Érkezik 12-essel Kalmár Nagy Dóra. Majd a büntető után. Perovics első büntetője bent van. Második is jó, 23-34 ezzel az állás. Károly, Keller, újra Károlynál a labda. Iványi Dalma, Tubics két ember között, nem tudja Károlyhoz passzolni a labdát, és továbbra sem tud cserélni, Rádgéber László pedig Kalmár Nagy Dóra már kevetésre kész. Berkó Edith. Német, Iványi kínozza meg. Szőke, Perovics elengedi a lepattanó Csáké. Iványi lendületből viheti rá a szolnoki falra a labdát. Károly teljesen üresen el is vállalja, és a visszakerülő lepattanót is felteszi. Ez is lejön. Tubics. Perovics szabálytalan. Anna Perovicsnek ez a harmadik faltja. Szlobodanka Tubics dobhat két büntetőt.
Stujic büntetője bent van, aki ezzel már 14 pontos. A másodikat is beszórja, és 15 pontnál tart. Le is ül a kispadra, hiszen 4 személy hibája van a mérkőzés állása, 23-36. Kalmár Nagy Dóra 12-essel, tehát új ember a pécsi csapatban. Berkó. Bűdösó nem tud lepattanót szerezni Keller és Kalmár Nagy között. Csákmár. Keller. Értékesíti a helyzetet. Keller Anna Mária 4 pontos ezzel. Bűdösó. Szőke. Károly húzza el, hozza el a labdát Perovics elől. Iványi. A kosár jó, és Berkó Edit ellen még a személyhiba. Kalmár Nagy Dóra is feliratkozik, tehát a pontszerzők közé. Berkó Edit pedig a személyhibával rendelkezők táborát gyarapítja. Kalmár Nagy ráadás büntetője kimarad, és Keller szerzi meg a lepattanót, amit ki is paskol. A játékvezetők azonban úgy látják, hogy Bújdosó ütötte el a labdát, ő ért hozzá utoljára, így Iványi dobhatja be az alaponalról. Keller, Csák a labda útja, aztán helyreáll a rend, és Iványi kéri el a játékszert, és ösztökéli több keresztbe mozgásra a csapattársakat. Keller. Keller Anna Mária 6. pontjával 23-42 már. Perovics. Német. Többen is gyötrik. Bújdosot akart a játékba hozni, azonban ez nem sikerült, hisz Iványinál már a labda. Keller. Iványi. És most van vége a rohanásnak, hisz felállt már védekezéshez a szónok, illetve felállt a támadáshoz a Pécs. Kalmár Nagy, Keller, Károly nem kapja meg a labdát. Csák 5 másodpercig támadhatnak még. És Csák Magdi duplájával 23-44 a mérkőzés állása. Német. Szőke. Újra Német a labdával. Center pozícióban Perovics és Keller Anna Mária hadakozik, és Keller Anna Mária húzza a rövidebbet, megszerzi 3. személyhibáját. Berkó, Szőke, Kalmár Nagy Dóra mellett indul el, teszi föl, Perovics szerzi meg a lepattanót, és egyből visszateszi. Ezzel 4 pontos, már elől a hosszú indítás után Csák. Német. Szőke Ildikó. Érkezik Bújdosó, Kalmár Nagy Dórát forgatja meg, és dob újabb kosarat, illetve szerzi meg első pontjait. Ezzel 25-44 az állás, 27-44, bocsánat. Károlyi. Iványi. Kalmár Nagy. Kicsit késve, de jön a bíró is, Ipszó. És Berkó Edit ellen a személyhiba. Neki ez a második faltja. Iványi Dalma helyett Bulvári Eszter a pályán. Keller Anna Mária labdával. Károlyi. Én úgy láttam, hogy rálépett a vonalra, a játékvezető azonban 3 pontosként értékeli ezt a dobást. Így Károlyi Andrea már 6 pontos, a meccsállása pedig 27-47. Berkó. Szőke. Perovics nem jut labdához, Bújdosó viszont még megmenti, Berkó beleáll távolról.
Berko Edith triplával válaszol Károlyi 3 pontosára. 30-47 ezzel az állás. Károlyi. Kalmár nagy, vissza Károlyihoz. Újfent beleáll és újra 3 pontos. Károlyi Andrea elkapta a fonalat. Két triplát dobott egymás után. Így 30-50 az állás. 3 perc, 35 másodperc a harmadik negyedből. Bújdosó. Szőke. Ő is felemeli. Ez azonban célt téveszt. És Kalmár meg Dóra pöttyinti oda a lepatonót Újvárihoz. Aki már hozhatja fel. Létszámfölényes helyzetben a pécsiek. Most már visszaér Perovics is. És Bújdosó is. Újvári. Csák. Bújdosó szerez labdát, amit el is veszt a hazai csapat. Folytatódhat tehát a pécsi attak. Károlyi. A lepattanó pedig Kelleré, Csák. Kalmár nagy falttal együtt. Bújdosónak ez a második hibája. Kalmár nagy Dórának pedig a negyedik pontja. Időkérés a hazaiaknál, és mindkét edző jelezte, hogy az időkérés alatt csere is lesz. Várjuk tehát, hogy kik azok a játékosok, akik játékra jelentkeznek majd. 30-52 az állás, és ne felejtsük el, hogy az időkérés után még Kalmár Nagy Dóra egy büntetőt dobhat. A hazaiaknál Szőke Ildikó 3 pontnál jár, Németh Bernadett megragadt 6 pontnál, Berko Edith szintén 6 pontos, Gina Farmer 9 pontnál jár, ő azonban hosszú ideje már a kispadon, hisz 4 személy hibánál tart. Perovics dobott 4 pontot, valamennyi pontját ebben a játék részben szerezte a szerb center, aztán Bújdosó Anna még, aki pontszerző a szolnokiak közül, ők 2 egységnyit termelt. A vendégeknél Újvári 4 pontnál tart, Csák Magdolna 7-nél, Keller 6-nál, Kalmár Nagy 4-nél, Szlobodan Katovic 15 pontnál, aki ugyanolyanokból kifolyólag, mint a hazaiaknál, Gina Farmer, tehát 4 személy hibája miatt a kispadon ül. Pehová dobott 2-t, Károlyi Andrea pedig 9-et, és érkezik is Pehová. A vendégeknél aztán újra a pályán Delmis Angéla, és Gina Farmer is játékra jelentkezik, valamint Karin Owens is 4-es számmal. Kalmár nagy ráadás büntetője bent van, aki ezzel 5 pontos. Owens. Szűke. Dobni kell, kiáltja Palkovics Tamás. Bújdosó még közelebb. Farmer még megmenti a labdát. 6 másodperc a támadóidő. Kalmár nagy Dóra, bevallom, őszintén és férfiasan én ezt szabályosnak láttam, a játékvezető azonban nem. Kalmár nagy Dórának ez volt az első személyi hibája. Farmer büntetője jó. A második lejön, és Pekova húzza le a labdát. Újvári. Kettő perc, 22 másodperc a harmadik negyedből, amikor is Delmis Angéla a labdával. Pekova. A dobás hibás. Így Hegedűs fordulhat. 31-53-as állásnál Hegedűs Rita kezén a labda. Owens. Már Szőke, Gina Farmer a palánk alatt. Nincs szabálytalanság, viszont a szolnokiak visszaszerzik a labdát, név szerint Szőke. Közben lejár a támadóidő. Holott dobással fejeződött be. Nem érti gyűrűt, hangzik egyik oldalon. Apró kis vita a zsűri asztalnál. És a pécsieké a labda. Avagy mégsem. És a pécsieké a labda. Szól a döntés.
erre reflektál a szolnoki közönség fügy koncertje. Újvári. Kalmár nagy, visszakerül Újvárihoz a labda. Budosó tolja ki. Pechová áll bele, ez a dobása is lejön, és Szőke szerzi meg a labdát, majd Owens. Hegedűs. Újvári, nincs szabálytalanság. Itt pedig feladobást lesz Dermis Angéla és Bújdosó Anna között. A kezdőkörbe szólítatnak a játékosok. Bújdosó és Dermis ugrása következik, tehát Bújdosó jó egy fejjel magasabb, nem is meglepő tehát, hogy elhozza a labdát egykori csapattársával szemben. Szőke. Owens. Hegedűs. Károly zárja Szőke előtt az utat. Bújdosó a labdával, 5 másodperc, Hegedűs. Farmer dobni kéne, nem tudott azonban a szolnoki játékos lehetőséghez dobó helyzetbe kerülni. Újra csak a legszebb napjait idézte el pécsiek védekezése. Kalmár nagy, Pechová, Delmis távolról, az ismerős gyűrű ezúttal nem segítette Delmis Angélát. Owens, Delmis ott liheg a nyakán, mondhatni forrón a fülébe liheg, és kis ilyen meg is szerzi a labdát. Bújdosó, Hegedűs, Szőke, ezúttal sincs kosár, Farmer pedig kilép a labdával. Rádgéber László pedig jelző, hogy ismételten időt kér, 28,1 másodperc. Még a harmadik negyedből ebből 24-et támadhat a Mizó Pécs. Rádgéber nyilván valami győzelemre vezető, illetve pontokat eredményező taktikát vázol fel a játékosoknak. És csak ugyanezt teszi a túloldalon. Ugyanezt teszi a túloldalon Palkovics Tamás is. Nyilván ő pedig a hatékony és jó védekezésre próbálja felhívni a lányok figyelmét. 31-53-as mérkőzés állás az eredményjelzőn, és mindkét edző gyors ütemben rajzol, töröl, és aztán újra rajzol, hogy ki hova merre fusson. A nézők meg közben a két játék vezetőn köszörülik a nyelvüket. Vége a eligazításnak, az időkérésre szánt időnek. Nézzük tehát, hogy mi valósul meg a két edző által felvázolt elképzelésekből. A pécsiek már készek a folytatásra, és most érkeznek a szolnokiak is. Egész pályás letámadásra jönnek ki a szolnokiak, és csapdázni próbálnak. Újvári. Delmis. Még mindig Delmis a labdával, 10 másodpercig támadhatnak a vendégek. Delmis. És kiért hozzá utoljára. Bújdosó. 4 másodperc még a pécsiek támadó idejéből. Újvári dobhatja be a labdát Tuvicshoz. Tuvics forgolódik, Újvári engedi el. Tuvics még visszateszi, de már nincs idő. Nincs támadó idő, marad azonban a negyedből 3,2 másodperc. Owens dobhatja be az alaponról a labdát. Az óra akkor indul, amikor az első pályára lévő játékos hozzáér, Szőke rávágja. Ez is veszélytelen marad azonban. A harmadik negyed tehát 31-53-as állással ér véget. Rövid néhány másodperces szünet, és folytatódik tehát a záró felvonás. ...31-53 tehát, és kíváncsian várjuk, mit hoz a negyedik negyed, a záró felvonás. Delmis, Újvári, Pechová, Károly, illetve Tuvics a pécsiek negyedik negyedet kezdő ötösében. Másodperceken belül érkeznek a szolnokiak is. Owens, Csontos, Hegedűs, Szabó
és Farmer. Ők alkotják tehát a hazaiak ötös fogatát. Tuvics és Farmer ugrik a labdáért, amit Tuvics hoz el, és Károly kerül már Zicser helyzetbe, és értékesíti is. Károly első duplája volt ez, ezzel 11 pontos, már előtte három triplát hintett. Hegedűs, Csontos Eszter. Hegedűs nagyon magas ívben a lepattanó Tuvicsé. Dermis Angéla, Újvári. Pechová a labdával. Tuvics ketten is a palánk alatt, Újvári és Károly egymást zavarják. Károly megint csak teljesen tisztán. Ezúttal azonban kimarad a tripája, a lepattanó pedig Szabójé. Owens. Farmer, aztán most már Szabó a labdával. Hegedűs. Owens, rohamosan fogy a támadóidő, Owens most indul el. Delmis azonban kiüti a kezéből a labdát, amit Hegedűs szerez vissza. Csontos. Támadó hiba. Delmis jön le, Iványi Dalma jön a helyére, Károly Andrea helyett pedig Burgman Bernadett a pályán. Így valamennyi játékosának lehetőséget ad a bizonyításra Rádgéber László. Burgman még nem játszott egy másodpercet sem ezen a mérkőzésen. Éppen nála a labda, bele is áll. És Burgman, illetve Tuvicsról megy ki a labda. Owens. Másfél perc telt el a záró negyedből, eddig két pécsi pont ennek a másfél percnek a termése. Farmer. Lépéshiba miatt a pécsiek hozhatják a labdát újra. Iványi. Burgman Bernadett. Iványi távolról veszi célba a szolnoki gyűrűt, a lepattanót pedig Owens kaparja össze. Hegedűs. Owens-el Újvári Eszter néz Farkas szemet. Farmer, Csontos, neki szokatlan pozícióban, de Tuvics mellett is felteszi a labdát. Más kérdés, hogy ez a labda nem talál célba. Újvári, illetve Iványi, elnézést. Most Újvári a labdával, és Iványi Dalma kap egy kötényt, és csak most a visszajátszás. 2,5 perc telt el a negyedik negyedből, a mérkőzés állása 31-55. Csontos Eszter a labdával. Burgman Bernadett terrorizálja meg egy kicsit Hegedűst. Kalmár Nagy Dóra pedig Szlobodanka Tuvicsot váltja. Csontos. Szabó dobó helyzetbe kerül. A lepattanó ismét a pécsieké. Burgman. Újvári. Ez is kimarad. És Kalmár Nagy Dóra kezét érinti utoljára a labda, így Kevin Owens dobhatja majd be. Csontos. Csontos még mindig a labdával, a figura száma bemondatott, a mozgás azonban nem indult meg. Gina Farmer, neki sincs kinek passzolnia, egyedül lesz kénytelen megoldani, fölteszi Kalmár Nagy Dóra mellett, de ez a dobás is kimarad. Iványi húzhatja meg, 4-1 ellen, Burgman, nem tudnak vele legalábbis eddig kosarat dobatni a csapattársak. Owens. Újra
Rubens a labdával, 6 másodperc támadó időből és Iványi üti ki. Az idegen légiós irányító keze alul a labdát. 6 másodpercig támadhatnak még a hazaiak. 31-55 az állás. Hegedűs a labdával. Szabó megelőzi. Kalmár nagy Dóra, illetve kinyúl mögüle és elüti a labdát. Iványi Dalma. Újvári. Burgman. Pechová. Kalmár nagy tesz pontot a hosszú kosárcsend végére. Kalmár nagy Dóra ezzel 7 pontos. Hegedűs, 31-57-es állásnál. Szabó, ez sincs bent, szegény embert még az ág is húzza. Újvári, Burgman és Iványi a labdával. Pechová verekszi ki magának a dobóhelyzetet, és Szabó Beatrix szabálytalankodik vele szemben. Szabónak ez a második személyhibája, és cserék mindkét oldalon. Berkó Németh Perovics be, Hegedűs Szabó Owens le, a túloldalon pedig Újvári helyett Dermis Angéla, illetve Keller Anna Mária fogja majd váltani a most éppen büntetődobáshoz készülődő Pechovát. Pechová első büntetőjét ki is hagyja. A második bent van, Pechová ezzel 3 pontos, és le is ülhet a kispadra. Perovics, Berkó, vissza Perovicshoz. Csontos. Újra Berkó, Kalmár nagy mellett lövi föl a gyűrűre a labdát, Perovicssel szemben pedig Keller Anna Mária szabálytalankodik. Kellernek ez a negyedik faltja, és Anna Perovics dobhat 2 büntetőt. 5 perc telt el a negyedik negyedből, és eddig nem született szolnoki, pont szolnoki kosár ebből a büntetőből sem. És Perovics kihagyja a másodikat is. Így Iványi ocoghat előre a pécsi támadás építésekor. Delmis. És Delmis egy kicsit beletotyogott az indulásba. Lépés hiba miatt vétetik el a labda a vendégektől. Csontos. Elveszti a labdát, avagy Iványi szerzi meg, kinek hogy szimpatikusabb. Delmis. És Kalmár nagy Dóra még hozzáér. Szabó is belepecizett egyet a labdába. Érkezik Bújdosó és Szőke. Szabó Ildikó, illetve Csontos Eszter foglalhat helyet a kispadon. Németh. Hiszen 5 másodperc a támadó időből, Bújdosó egy eladott labda, Delmis és Keller Anna Mária szedik össze. Burgman, Delmis, újra Burgman, aztán a harmadik kis ember Iványi Dalma a labdával. Kalmár nagy, Perovics mellett, nincs kosár. És Kalmár nagy Dóra szabálytalankodik Perovicssel szemben, neki ez a második személyhibája. 31-58 a mérkőzés állása, 3 perc, 45 másodperc a lefújásig. Nincs tripla, Németh dobása marad ki. Iványi egyedül oldja meg. Iványi Dalmának ez volt a 7. pontja. Szőke, 31-60 ezzel a mérkőzés állása. Szőke Ildikó még mindig. Németh,
13 másodperc a támadó időből még. Perovics, Szőke, Burgman és Kalmár Nagy Dóra nem tudja megszerezni a lepattanót. Kicsúszik a kezéből, így Szőke dobhatja be az alapvonalról a labdát. Haleszkinek. Aztán újabb játékvezetői idő. A támadó idő beállításával van probléma. Most 6 másodpercen áll az óra, hisz nem ért gyűrűt a labda, hanem Kalmár Nagy lábáról ment ki, így, tehát nem indul újra a 24 másodperc. Perovics kerül dobóhelyzetbe, és hogyha dobóhelyzetbe kerül, akkor azt most már értékesíti is. Ezzel a 6. pontjánál tart a Szolnokiak centere, a mérkőzés állása pedig 33-60. Delmis kezéből is kicsúszik egy pillanatra a labda, de aztán megvan. Kalmár Nagy, most Bújdosó vele szemben, Burgman egyedül a gyűrű alatt, azonban ezt nem tudja góra váltani, Bújdosó megmenti a labdát, Berku Edit. Kicsivel több mint 2,5 perccel a fújásig német a labdával. Bújdosó, Szőke a sarokban, és Perovics vét személyhibát támadásban. Perovicsnek ez a 4. faltja. És most Rád Géber László, a vendégek edzője kér időt, kevesebb mint 2,5 perc a lefújásig. 33-60 a mérkőzés állása, Rád Géber azonban úgy gondolja, hogy még így is, hogy gyakorlatilag a mérkőzés már eldőlt, van mit mondani játékosainak. Még néhány támadási variációt lehet, támadási és védekezési variációt lehet gyakorolni ez alatt a hátralévő 2,5 perc alatt. Palkovics Tamás sem tétlenkedik természetesen. Ő is a lehető legjobb taktikát vázolja fel a játékosainak. Talán, ugye mivel már a mérkőzés eldőlt, egy kis értékelést is lehet majd vonni. 2,5 perc múlva vége a találkozónak, és a pécsiek 27 ponttal vezetnek. Mindenképpen megnyerték tehát a mai találkozót. Egy nem túl színvonalas, nem túl izgalmas, és hát legyünk őszintén kissé langyos mérkőzésen. De ezen nyilván Pécsen nem bánkódnak. Győzelemmel kezdte a 2001-2002-es bajnoki szereplését a vendégcsapat, és ez a legfontosabb, mint ahogy erre is lehetett számítani, hogy bár sokan azt mondták, hogy meggyengült a Pécs elsősorban Vilutyitja távozása miatt, távozása okán, és hogy a Szolnok jól igazolt, jelentősen erősödött, mégis azt hiszem a papírforma ez, hogy a Pécs nyerni tudott Szolnokon. Perovics még a labdával, Német, Berkó, Bújdosó a labda útja, rövid a dobása, és Keller szelídíti meg a labdát, amivel Iványi indulhat el, ki tudja hányadszor a mai mérkőzésen. Delmis, Kalmár Nagy, Burgman, Iványi jól körbeadogatták, Delmis kerül dobóhelyzetbe, és ő is dobja a triplát. Delmis Angélának ez volt az első kosara a mai mérkőzésen. 33-63, ezzel az állás 30 pont immár a két csapat között, és kevesebb mint másfél perc a lefújásig. Berkó, Szőke még megmenti. Szőke dobása kimarad, Bújdosó viszont visszaszerzi a lepattanót. Berkó, Német, Iván nyíti ki a kezéből a labdát. Delmis szabálytalankodik, Iványi teszi fel a kezét, aztán mégiscsak Delmis Angéla lesz, aki elviszi a balhét. 1 perc, 2 másodperc és oldalbedobással jöhet a fehérmezes hazai csapat. Berkó, Szőke Judikó, Kellerhez került,
átmenetileg a labda, amit Német szerez vissza, Szőke áll bele a triplába, ez is lejön, Perovics nem tudja megszerezni a lepattanót, ami Borgman kezét érintve hagyja el a játékteret. 47,9 másodperc a lefújásig továbbra is támadhat a Szolnok. Berku egy leütés után, nincs kosár, Iványi, újabb elvesztett labda, igen, vagy újabb szerzett labda, Német, Szőke, Berkó, és itt állt meg a tudomány, Szőke még visszaszerzi, Iványi állítja meg szabálytalanul. Iványi Dalma ellen tehát a személyhiba, ez volt a pécsi kapitánynak a harmadik kihágása, 28,6 másodperc a lefújásig. Szőke Ildikó nézhet szembe magányosan a gyűrűvel. Az első bent van. A második lejön, és a labda kié lesz Bújdosóé, Berkó. 20 másodperc a mérkőzésből Berkó a labdával. Szőke. Iványi, Delm is a túloldalon, Keller. Keller be is dobja. Keller Anna Máriának ez volt a 8. pontja. Német, Bújdosó. És ezzel vége is a mérkőzésnek. 34-65-re nyer a Mizó PVSK csapata a szolnoki Mávkóp otthonában. Még egyszer mondom, egy nem túl jó, nem túl élvezetes mérkőzésen, de nyilván ennél tud mindkét csapat jobban is játszani, és nyilván fog is játszani mindkét csapat. Én nagyon szépen megköszönöm, hogy velünk tartottak. Töltsék kellemesen a hétvégéből még hátralévő néhány órát, és találkozunk a következő mérkőzéseken. Forgács Gábor operatőr kollégám nevében is megköszönöm kitüntető figyelmüket. Butai Istvánt hallották. Viszontlátásra, viszonthallásra.